Sziasztok, üdvözlök mindenkit! THQ hosszas fejlesztés után adta ki végül a Visual Studio játékát. Mostani videóteszt erről, a Darksiders 2-ről fog szólni. A játék univerzuma az angyalok és a démonok örök háborúja és az apokalipszis mítosza körül zajlik. Az apokalipszis négy lovasa közül az első, War, saját hibáján kívül pusztulásra ítélte a földet és az embereket. A tanács, akik feladata, hogy fenntartsák az egyensúlyt a démonok és az angyalok között, ártatlanul elítélte Wart, amiért miatta a föld pusztasággá változott. A második lovas, Death, azért indul egy hosszú és veszélyes útra, hogy tisztára mossa a testvére nevét. Meg kell találnia a módot, hogyan támaszza fel az emberiséget. A játék folytatja az előtt hagyományait, azaz egy külső nézetes akcióplatformerrel van dolgunk. Stílusában és a világ kidolgozottságával egyedi cím, de sok helyről kölcsönöztek ötleteket. A harc és a platformelemek jelentős részét a God of War és a Prince of Persia ihlette. De találunk Zeldából vett játékelemeket és a Diablo játékuk után méltán híres, véletlenszerű tárgyrendszert is. A Darksiders 2 jelentős részét a logikai és platformelemek, valamint az utazás felfedezés teszik ki, de bőven lesz részünk harcban is. Változatos, egymásra épülő tárgyakkal és elemekkel egyre nehezedő küldetéseket kapunk. Jellemzően egy-egy újonnan szerzett tárgy a következő feladatokban lesz nagy segítségünkre. Innen az Zelda vonal. Ezek később kombinálhatóak lesznek, illetve szükségesek a továbbjutáshoz a különböző kapcsolók és süppedőkövek elérésében. Az előző rész kissé nehézkesen mozgó lovasa, Wall után, de ez egy fürgébb, ügyesebb szereplő. Négy különböző létsíkon kalandozhatunk majd az egyáltalán nem rövid végigjátszás alatt. Minden fő- és mellékületést teljesítve a 25-30 órás sima végigjátszást akár 35-40 órára is növelhetjük. Rengeteg gyűjtető tárgy, dimenziónként egy-egy kincses kamra csak ránk vár. Újrajátszási lehetőségünk is van, a New Game Plus móddal megőrizhetjük az addig összeszedett felszerelést a következő játékunkra. Harc során a páncélzata helyett gurulásokra, kitérésekre kell inkább figyelnünk, majd egy-két gyors mozdulattal vihetjük be a találatokat. Lehetőségünk van lovas küzdelmekre, Desper nevű hátasunkon, de csak az első beszerzett ütésig. Alapfegyvereink közé tartoznak a dupla kaszák, amikkel gyors csapásokat, kombinációkat vihetünk be. Továbbá szerezhetünk másodlagos fegyverként hasonlóan gyors karmokat, vagy lassú, de sokat sebző harci kalapácsokat. A véletlenszerűen eső kincsekkel együtt jár a tárgylista. Nem szerezhetünk akkora mennyiséget, mint egy hack and slash szerepjátékban, de nélkülözhetetlen lesz a jobb felszerelés a komolyabb küzdelmekhez. Néhány tárgy, például a Death Grip, nem csak a mászásban lehet hasznos. Harc közben ezzel például az ellenfeleinket húzhatjuk közel magunkhoz, ami egy harcos karakter esetén különösen jól jön. Varázslataink és képességeink ezúttal két különböző képességfában kapnak helyet. Szabadon választhatunk a harcos és a varázsló képességek között, de érdemes csak az egyik oldalra koncentrálni, hogy igazán eredményesek lehessünk a csatában.
harcosként teleportációt, erősebb ütést, vagy tömegek kiiktatására alkalmas csapásokat kapunk. Varázslóként varjakat és zombikat idézhetünk, védőpajzsot hozhatunk létre. Ha csatában kellő sebzést kiosztunk, időlegesen átváltoztathatjuk deathet a kaszással, amivel megnövekedett sebzés és ellenállás lesz a jutalmunk. Ha nem találnánk elégnek a fő- és mellékküldetések közötti harcok mennyiségét, vagy azok túl könnyűnek bizonyulnának, az arénában a helyünk. Itt ötös hullámokban jönnek ránk az egyre nehezedő ellenfelek. Ha végigvittünk egy ilyen ötös hullámot, lehetőségünk lesz elvinni a kincset, vagy újra kockára tenni. Kudarc esetén újra kell kezdenünk, hogy miénk lehessen a jutalom. Itt olyan ellenfelekkel és ellenfél kombinációkkal találkozhatunk, mivel a normál küldetések során nem. Ezzel komolyan próbára tehetjük kedvenc kaszásunkat. Összegezve a játékot, a végigjátszás hosszát tekintve senkinek sem lehet oka a panaszra. A grafikai rész stílusában nagyszerű, művészileg kiemelkedő. Technikailag azonban elavult, különösen néhány árnyék lett rondább, és a textúrák. De ezzel a játékélményt nem rontja el, és vannak nagyon szépen kidolgozott helyszínek, különösen a láváspályák és a démoni lécsik. Hangzásban és szinkronban ott van a játék, de véleményünk szerint lehetett volna zúzósabb rock-metal zenét tenni a soundtrackek közé a sok lírai helyett. Irányításban rendben van, de egy kicsit szokni kell. Kombók tanulhatók, amivel csak az a gond, hogy végigvihető az egész ugyanazoknak a mozdulatoknak az ismétlésével. Mindezek ellenére a játék megérdemli a 8 pontját. Ajánlom mindenkinek, aki szeret legalább annyit gondolkodni és platformokon ugrálni, mint harcolni. Köszönöm, hogy végignéztétek. Sziasztok!